Majtisz Judit vagyok, Judy Jane néven énekelek, és hát 14 éve énekelek a Magyar Underground Porondon. Több zenekarral énekeltem már, mint például a Zsagár, Beatis, Casio Samples, akikkel kezdtem tulajdonképpen, a Jutasi Tamás, illetve a Szekta Kameleon és a Kameleon Recordstól a Pluto Project. De hát igazából ez az underground dub széna, úgyhogy annyira nem vagyok ismert. Magyarországon olyan 17 éves korom óta énekelek porondon. Volt, amikor 5 zenekarral énekeltem egyszerre, és mindig kirúgtak mindenhonnan. Algériában születtem, ezután Kanadában éltem, majd Korfún, Berlinben, úgyhogy össze-vissza éltem, de hát azért én magyar vagyok, illetve a szüleim is magyarok, illetve ezt tartom az otthonomnak, hogy miért, hát a legszimplább módja ugye a magyarázatnak, az itt vannak a szüleim, itt van a családom, itt vannak a barátaim, ez az, amiben biztonságosnak érzem magam. Hát én inkább mondjuk a soul, a gospel felé hajlok, illetve ezeket szeretem, valamint a trip-hopot és az elektronikát. Hát a kezdetek, az nagyon könnyű megmagyarázni a kezdeteket. Szüleim mindig, amikor este 8-kor behajtották a gyerekszoba ajtót, akkor utána ők betettek maguknak egy kis zenét, ami lehetett akár Sade, és ez is volt a legtöbbször, vagy Cesario Evora már akkor is, vagy Whitney Houston, tehát ez nagyon befolyásolta például azt, hogy én milyen érzésű zenéket szeretek. Ezek után, amikor általános iskolában voltam, akkor nagyon szerettem a musicaleket például, operákat is nagyon szerettem. Utána jött a Led Zeppelin, utána jött a Faith No More, és ezek után érdekes módon egy nagy ugrással a Kruder és Dorf Meister Sessions, ami ugye hát teljesen a rocktól a teljesen elektronika lounge-ig elment, és onnantól kezdve kezdtem el igazából színpadon énekelni, tehát amikor beérkeztem az elektronika korszakba, akkor történt ez, úgyhogy ezért van az, hogy elektronikus énekes lettem. Volt próbálkozás arra, hogy iskolai keretek között énekeljek, de azt hiszem kétszer voltam, vagy háromszor sikerült el is mennem a kifizetett órára. Lógtam. Nem tanultam hangképzést, és nem is annyit. Gyakorolni otthon körülbelül 3-4 órát gyakorlok per nap, ami hát ugye a rekedtségen meg is állapítható, és lehet, hogy nem is jól, pont ugye azért, mert nem tanultam hangképzést, és sokszor kérdezik tőlem, hogy tanítanék-e éneket. Hát nem, mert nem vagyok benne biztos, hogy amit én teszek, az helyes, illetve megfelelő. Legfőbb ideje volt, hogy meglegyen a saját albumom. Nem is az, hogy várakoztam arra, hogy saját albumot kiadjak, hanem most jött el az időpontra. Mostanra értek meg a szövegeim arra, hogy úgy érzem, hogy talán később is büszke lehetek arra, amit most leteszek már az asztalra. Illetve most találtam meg azokat a zenészeket, akikkel nagyon jól tudok dolgozni, nagyon szívesen dolgozok, és nagyon ugyanazt szeretik, amit én. Ez nem azt jelenti, hogy örökre velük fogok zenélni, de azért szeretnék. Többféle felállásban lépek fel. Van az a felállás, amit ma itt az A38-on lehet majd hallani. Ez a trip-hop felállás, elektronikai, illetve a saját projekt. Ez hát a számoknak a sorrendje változik, de igazából meg egy pár új szám is van benne, változnak a háttérénekesek, illetve más felállásban is szoktam fellépni, ezek a jazz felállás, ahol Lakatos Gyuszival és Orbán Gyurival egy zongora és egy nagy bőgő kíséretében. Elképesztőek a srácok, ajánlom őket nagyon, akár velem, akár nélkülem. Illetve DJ-kkel is szoktam fellépni, improvizációs műsorokat. Ez tulajdonképpen a hakni, amit lehet csinálni ugye a budapesti éjszakában, amiből meg kell élni. A másik viszont, hogy jól is csináljuk együtt, úgyhogy ha lehetek ilyen büszke, úgyhogy már megtanultuk, hát azért 14 éve már improvizálunk, tehát volt egy kis idő, hogy megtanuljuk azt, amit csinálunk. Érdekes módon az utóbbi időben el is mozdultam a jazz felé, illetve a következő saját albumon már elkezdtem dolgozni, és ez egy kicsit jazzesebb lesz, sokkal jobban
hát hadd említsem ismét meg, Sádeféle, Nyugalom, illetve tisztelet van a zene felé, sokkal több lesz benne a hangszer, illetve nem vagyok jazzzenész, soha nem tanultam ugye iskolában, nem is érzem magam elég jónak ahhoz, hogy azt mondhassam magamról, hogy jazzzenész leszek, vagy akár vagyok. Viszont egyenlőre sikereket érek el benne, amíg ezt tudom csinálni, amíg szeretem, amíg kedvelem, és amíg jól érzem magam ezzel, addig tenni is fogom. A szövegeket és a dallamokat is én írtam erre a lemezre, illetve a harmini lemezre. És érdekes módon ehhez hadd fűzzem hozzá, hogy a szövegeket én 3 évvel ezelőtt még nem tudtam írni. Sőt, mitől nem is érdekeltek a szövegek, mert valahogy nem azt hallottam ki a számokból, hogy a szöveg, hanem a dallam, ugye a harmónia, ami ugye hát megint visszaköszönt az album címéből. És 3 évvel ezelőtt elkezdett érdekelni, hogy azért, ha már énekelek valamit, akkor szóljon is már valamiről, ugye? Úgyhogy most már tán azt tudom mondani, hogy egyre jobban megy. Remélhetőleg döntsétek el ti. Változó módon írjuk a számokat. Olykor megkérem a zenésztársamat, hogy én arra gondoltam, hogy... és megmutatok neki egy számot, körülbelül egy ilyen érzésű szám legyen, és akkor őt leül, az alapot elkezdi csinálni, ami tulajdonképpen egy dobból, valamilyen basszusból, illetve harmóniából áll. Ezt itt 15-20 perc alatt együtt összetesszük, úgyhogy ő kérdezget, hogy ez így jó lesz. És akkor utána én leülök, és egy ilyen 15-20 perc alatt szintén megírom a szöveget. Van, amikor ez nem így működik, és van, amikor több hónapon keresztül kell írni bármit is, vagy teljes blokk van. De szerencsére most már egyre gyorsabban megy. És van, amikor egy szövegből születik az egész. Mindig akartam magamnak egy magnetofont venni, diktafont venni, hogy amikor utazok valamerre és eszembe jut egy dallam, akkor azt felvegyem. Ez soha nem történt meg. Csak angolul írok, csak angolul. Nem érzem magamat elég... Akár jónak, akár műveltnek, nem tudom, hogy ezt, hogy helyes mondani a magyar beszédben, a magyar nyelvben ahhoz, hogy egy olyan szöveget tudjak előadni, ami egy nő szájából ne legyen túl csinibabás, ne legyen túl fius, még nem sikerült. Óvodában még egy német anyanyelvű óvónőm is volt, úgyhogy már amikor Magyarországon óvodába jártam, akkor már nagyon, nagyon rondán tanultam meg a magyar nyelvet beszélni. Manapság már egy kicsit jobban megy, de még mindig érezhetően problémáim vannak olykor a fogalmazással. Máté Szabolcssal dolgozom együtt a lemezen, illetve Máté Szabolcssal írtuk a lemezt. Ő a Szekta Kameleonnak az egyik alapító tagja. Még dolgozott a lemezen Balázs Béla, aki a Szekta Kameleonnak a másik tagja. Gergács Gáborral készítettük el a Gun című swinges dalt, ami tulajdonképpen egy improvizáció volt ott a helyszínen. Ez lett a lemeznek az egyetlen akusztikus, illetve hangszeres dala. Most már színpadon ezt egy picit máshogy adjuk elő. Máté Szabolcs szintén ott van a színpadon mellettem, illetve csatlakozott hozzánk Steinl Gergő, régi gitáros barátom, aki mindenhova tulajdonképpen őt viszem. Nem nagyon szeretem a szóló, a gitárhírókat, és ő nagyon szépen beleillik a zenébe, ahelyett, hogy nagyon elkezdene pókozni, nem pókmester. Illetve közben háttérénekeseket is mindig keresek. Pillanatnyilag 3 tanzán énekes segít nekem ebbe. Elképesztőek, egy tanzán népdalkórushoz szedtem fel őket. Itt élnek Magyarországon, így van, zseniálisak, nagyon jól hangzanak, és nagyon jó velük dolgozni. A jövőre nézve kicsit szkeptikus vagyok, illetve hát elkezdtem egy B-tervet formálni magamnak. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi a terv. Szeretnék, és nem is tudom abba hagyni az éneklést.
Viszont közben elkezdtek más dolgok is érdekelni, mint például az egészségügy, vagy akár az is, hogy ugye 33 éves vagyok, lassan család. Nem tudom megállapítani, mi lesz jövőben, és nem is nagyon akarom, ahogy jön, úgy jön. A Judy J. az onnan jön, hogy a Jetson család valamennyire ismerős. Mert a Jetson családban a Judy Jetson volt az intergalaktikus popstar, rockstar, és hát nekem a kedvencem a Jetson család volt, és valaki elkezdett egyszer, szerintem éppen a Balogh Gyuszi a Pluto Projectből elkezdett Judy J.-nek hívni, és jó lesz. Akkor valaki már mondta nekem, hogy ez olyan kelet-európai, amit nem nagyon értek, de ez van.